Sziasztok, élőben jelentkezünk a csónakázó tóról, ahol különböző vízi szörnyek találhatóak. Megjött egy másik példány, ennek nincsen bajusza. És nem is piros a szeme, mint az előzőnek. Jé, kicsik is vannak. Nézzük meg azokat is. A kérdés, hogy vannak-e vízi pokémonok a csónakázótavon? És ha beleütem a telefonomat, ki fogja kihalászni.